Szerintem a az lehet kijavítani a hibákat, amiket eddig elkövettünk. Az edzőink is elmondták, hogy miben látják ezt. Sokszor beszélünk erről, kivideózzuk őket, és a hátralévő két meccsen szeretnénk ezeken javítani, hogy még jobban összeszokjon ez a társaság, és utána sikeresen tudjuk venni a kvalifikációs tornát. Én is azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell néznünk ezt a német mérkőzést is, a hibákból is tanulnunk kell, illetve utána fel kell készülnünk a románokból. Azt gondolom, hogy talán még jobb kapus teljesítményre is lesz szükség. Második félidőben elmaradtak már a védések, úgyhogy mi mindenképpen mind kapusok erre fogunk készülni, hogy a második félidőben is még nagyobb segítséget tudjunk adni a csapatnak hátulról. Sokkal jobb eredményre számítottunk mi is. Mi nagyon szeretnénk jól játszani, de egyelőre ez nem sikerül. Úgy érzem, hogy mindenki tényleg nagyon görcsös a pályán, és nem tudja a felszabadult önmagát adni, és talán nem ad az, hogy ilyen eredmény születik. Én azt gondolom, hogy Tanyi Gábor ezt arra érthette, hogy ameddig azokat a buta hibáinkat elkövetjük bizonyos szituációkban, amikor visszajövünk végre egyre, akkor azokat a mérkőzéseket, amikor az ellenfél hasonló kaliber, mint mi, azt nem fogjuk megtudni, nem fogjuk megnyerni. És én hogy ő erre célzott, hogy sajnos itt tartunk, hogy az adott szituációban nem tudjuk kihasználni azt, hogy visszakapaszkodtunk, nem tudunk előrelépni, hanem újra elengedjük az ellenfelet, és ezáltal nem tudjunk megnyerni ezeket a fontos mérkőzéseket. Az egy pozitív dolog, hogy kétszer is vissza tudtunk kapaszkodni a mérkőzésen, az első meg a második fél időben is, de csak kergetni tudtuk az ellenfelet, ott volt mínusz egynél lehetőségünk többször is arra, hogy X legyen a mérkőzés, és talán onnan meg is fordíthattuk volna azt, de ez a sok buta hiba miatt nem sikerült nekünk. Igen, sajnos a második fél időt nem jól kezdtük, aztán az összes energiánkat felemésztette azt, hogy kapaszkodtunk, és igen, abban azt hiszem, hogy a 46. percben ott ugye az a bizonyos egyre feljöttünk, és nem tudtunk váltani, nem volt olyan ember, aki a hátára vette volna a csapatot, esetlegesen nem jött egy bravúr védés, amivel talán tudtunk volna egyeníteni, és abból gyorsan lőni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket a szituációkat jobban kell kihasználni, mert csak akkor tudunk megnyerni egy ilyen fontos mérkőzést. Hát egyértelműen igazából nekünk szerintem saját magunkon, az árnyékunkon kell túllendülni. Hogyha ez meg lesz, akkor igazából egy verhető román csapatot is meg tudunk verni, és nekünk tényleg az a fontos, hogy most már így az önbecsülésünket, az önbizalmunkat visszaszerezzük. Igen, abszolút fontos az, hogy szerintem, hogy fogjuk befejezni ezt az Európa-bajnokságot, mindkét mérkőzés azt gondolom, hogy fontos lesz a csapat életében. Nyilvánvalóan, hogy ezt a görcsösséget, amit itt mindenki emleget, ezt most így hirtelen lehet, hogy nem fogjuk tudni levetkőzni, de azt gondolom, hogy ha a csapat összeáll, és olyan teljesítményt tudunk majd produkálni, mint esetlegesen a szerbek ellen, akkor talán egy-egy jó teljesítménnyel tudunk segíteni a társunkon, és talán egy kicsit felfogadottabb lesz a társaság.